A fizikai törvények belül esnek az ember szellemi felfogó képességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket. Johannes Kepler. Johannes Kepler a csillagászat egyik legkiemelkedőbb alakja. Nevéhez nem égi testek felfedezése kötődik. Kepler a fizikai törvények embere volt, amikből háromról tudunk, melyek megírásáért úgy gondoltam, hogy ő kiérdemelte a helyét a sorozatban. Üdvözlök mindenkit, én Smiley vagyok, ez pedig a Ki volt ő sorozat első része, amiben Johannes Kepler életét és munkásságát fogom nektek bemutatni. Kepler 1571-ben született a Német-Római Birodalom Württemberg tartományában, azon belül is Weiderstadt városában. Gyenge immunrendszerű gyerek volt, és a szülei szegény sorból származtak, viszont Kepler éles esze ösztöndíjhoz juttatta őt, amivel be is került a Tübingeni Egyetembe, ahonnan később Grazba költözött, ahol pedig tanárként kereste a kenyerét. Kepler még a Tübingeni Egyetemben ismerkedett meg Nikolaus Kopernikus munkásságával, azaz a Kopernikus-féle naprendszer modellel, amit a legtöbben csak heliocentrikus modell néven ismerünk. Érdekesség, hogy ő volt az első, aki az új naprendszer modell védelmére kelt, amit a Mysterium Cosmographicum című könyvében fejtett ki. Keplernek nem voltak jó kapcsolatai sem a katolikus, sem az evangélikus egyházzal. Ennek köszönhetően a 30 éves háború alatt nem volt menedéke a vérontással szemben. A későbbiekben kénytelen volt elhagyni Graz városát az akkor odaérő ellenreform hatása miatt, mivel ő és családja is az evangélikus ágát gyakorolták a keresztény vallásnak. Ennek okán tehát Grazból Kepler kénytelen volt elköltözni, ahonnan Prágába menekült, és ott sikerült letelepednie. Itt ismerkedett meg Tycho Brahe dán csillagásszal, akivel a későbbiekben együtt dolgozott. Miután Tycho 1601-ben meghalt, Kepler idézőjelesen megörökölte tőle a birodalom matematikus rangját, ezzel a ranggal pedig tulajdonába került Tycho összes feljegyzése, melyek felhasználásával Kepler felismerte, hogy a Mars egy elliptikus pályán kering a nap körül. 1609-ben kiadta az Astronomia Nova című könyvét, mely, ha jól fordítom, akkor az új csillagászat névre hallgat. Tehát ebben a könyvben kifejtette a felfedezéseit, amiket ma már Kepler első két törvényeként ismerünk, melyek a bolygók mozgását szabályozzák. Hogy tudjátok, miről is írt a könyvben, ezért idézek nektek a könyvből. Először is, Kepler első törvénye. A bolygók ellipszis alakú pályán mozognak, amelynek egyik fókuszában a nap van. Kepler második törvénye. A bolygótól a naphoz húzott összekötő egyenes, a vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol, leegyszerűsítve a bolygók sebessége a központi csillagtól mért távolságuktól függ. 1612-ben az evangélikusokat száműzték Prágából, ezért Keplernek is távoznia kellett. Prágából Linzbe költözött. Kepler sajnálatára a feleség és a két fia hamarosan elhagyta az élők világát. Nem sokára újra házasodott, de ekkor tájt Keplernek rengeteg magánéleti és pénzügyi problémákkal kellett szembenéznie. Hamarosan a két újszülött lánya is elhunyt, de Kepler örömére, miután Württembergbe utazott, sikerült megvédenie édesanyját egy boszorkányperben. 1619-ben Kepler kiadta a Harmonices Mundi című könyvét, ami a világ harmóniája névre hallgat, melyben kifejtette a harmadik törvényét, mely definíciója a következőképp hangzik. Kepler harmadik törvénye. A bolygók keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszis pályák fél nagy tengelyének kövei. A többszörös költözések ellenére Kepler 1621-ben kiadta az Epidom Astronomia Copernicana című könyvét, ami a kopernikuszi csillagászat összefoglaló névre hallgat. Ez volt a legkiemelkedőbb műve az összes közül. Lényegét tekintve kifejtette a könyvben a heliocentrikus modell lényegét, de ezen műve után sem vett ki magának nyaralást, mert hamarosan egész pontosan 1627-ben kiadta a következő művét, a Rudolfinae Tables
vagyis a Rudolfin táblák könyvét, melyet még Tycho álmodott meg korábban. Lényegét tekintve a könyvben számítások voltak leírva, a logaritmust alkalmazva, aminek fejlesztésében ő maga is kivette a részét. Összefoglalva, algoritmus táblázattal ki lehetett számolni a bolygók mozgását időben előre és hátra. Kepler arra használta, hogy megjósolhasson egy tranzitot a Merkur, a Vénusz és a Nap között, bár ő maga nem élte meg, hogy láthassa az eseményt. Végül Johannes Kepler Regensburgban hunyt el 1630-ban. Sírját 2 évvel a temetését követően lerombolták, valószínűleg egy túlkapás miatt a 30 éves háború alatt. Jobban örülök egyetlen intelligens ember éles kritikájának, mint a tömegek gondolkodás nélküli elfogadásának.